egy iszonyat gyengéd, vidám, friss levest hoztam el nektek, tárkonyos borjú ragú levest, erdei gombával megspékelve. Tartsatok velem! A borjú combunkat megtaláljátok a kínálatunkban, prémium minőségről beszélünk. Kevés hátya található rajta, de ez ne ijesszen meg minket, egy éles kés segítségével előkészítjük, szépen lehártyázzuk. Elengedhetetlen, hogyha ételről beszélünk, hogy kiváló minőségű alapanyagokkal dolgozzunk. Főleg egy borjú esetében, hogyha borjú ételt készítünk, nem mindegy ám, hogy milyen alapanyaghoz is nyúlunk. Amit szoktam még mondani, hogy a hártyán kívül ezeket a kisebb zsírdarabokat én nem szoktam leszedni, sokkal jobb ízt ad az ételünknek egy kis fagyú, egy kis zsír. Ennek a levesnek az elkészítésében ez a legidőigényesebb dolog, viszont teljes mértékig megéri. Az ilyen leesőket, ha már levesről beszélünk, fel lehet használni. Be lehet főzni az alaplébe, és ezzel teljes értéket kap az ételünk is. Itt, amit most csinálok, a combnak a részeit szétszedem, késhegy segítségével. Szétpattintjuk, szétszedjük. Ez egy már megtisztított combrész. Láthatjuk, hogy a hús keresztmetszetén a rostozatok gyönyörűen szépen, vékonyan márványozottak. Ez a borjúhúsnak a magas minőségére utal. Kétszer-kettes kockákra vágjuk. Elkészültünk a borjúhúsnak a feldolgozásával, gyönyörű szép kockákat tudtam levágni a combunkból. Készítsük is el a levesünket. Ehhez fel fogom hevíteni az edényünket, amiben füstölt szalonnakockát fogok rakni, majd fokhagymát és vörös hagymát. Szalonnakockákat zsírjára pirítom. Nekünk csak a zsírjára lesz szükségünk, ezért le fogom szintén szűrni. Egy spickanál segítségével kiszedjük a szalonnát. Én szoktam ilyenkor hozzáadni egy kis vajat. Finomra vágunk vörös hagymát. Kis zsírbe beletesszük a hagymát. Szépen lepirítjuk, aprítunk fokhagymát. Közben a hagymánk gyönyörű szépen elkezdett pirulni. Marha alaplevet fogok hozzátenni. Ezzel elkezdem egy kicsit párolni is magát a hagymát. Hozzáadjuk a fokhagymát is, pirulhatnak együtt tovább. A borjúragú alapunkba citromot fogunk filézni. Ez fogja megadni a levesünknek a savasságát, frissességét. Ez hozza ki úgy isteni igazán mégiscsak a tárkonyosnak azt az ízvilágát, amit mindannyian szeretünk közösen egy asztalnál ülve. Nem fogunk más csinálni, levágjuk a két végét. Majd egy egyszerű mozdulattal bevágjuk a héját, és a tenyerünk segítségével végigfilézzük. És egy kis késnek a segítségével a hártyák mentén bevagdossuk, és gyönyörű szépen kiszedjük a citromnak a filéjét. A magokat szépen kivesszük belőle, azok nem fognak bekerülni a levesbe. Hozzáadjuk a filézett citromot! Hozzáadjuk a gyönyörű szép kockákra vágott húsunkat, jól lepirítjuk. Sokkal könnyebb elkészíteni egy borjút, mint egy marhát. Ez azért van, hisz a borjút azt tejen etetik, ezért sokkal zsengébb, lazább szerkezetű a húsa. Adunk hozzá tárkonyt, sót és frissen őrölt borst. A húsunk elkezdett a saját levében párolódni. Mehet bele a zeller, első körben ezt pirítjuk le. Én időt szeretnék spórolni, mert a mai világban az időpénz szokták mondani. Ezért én előre kockázott zöldségeket szoktam választani. Gyönyörű szép a termék, glazúr nincs rajta. Rakjuk is bele az alapunkba. A húsunk 3/4 kész, a zöldségek már majdnem készen vannak. Hozzá is rakom a paszternákot, felöntöm marha alaplével, tökéletes kiegészítője, meggyorsítja a munkánk folyamatát, és felöntöm debik főzőtejszínnel. És ezt így hagyjuk, míg készen nem forr a levesünk. A gombának az előkészítése roppant egyszerű, kivesszük a fagyasztóból. Annyira egyszerű és élvezetes így főzni, bele is tesszük a levesbe. A gomba nem fog szétfőni, amíg rottyan. Több ízben fogom hozzátenni a tárkonyunkat. Az elején zsírban megizzasztottuk, kiadta ízét, színét, jellegét. Szórunk még bele. Nem sokára készen vagyunk. Addig van még egy kis feladatunk. A Nameko gombát fogjuk előkészíteni, kiengedés után hirtelen fogjuk vajolajon kisütni. Olívaolaj és vaj keverékével, a vajunk felhabzott, hozzáadjuk a gombát, maldonsóval megszórjuk, fűszerbors keverékkel, tárkonnyal,
majd frissen facsart citrom levével, és egy kis fehér borral fogjuk nyakon önteni. Gyönyörű szépen lepirult. Kóstoljunk meg egy darabot. Utolsó zöldségként hozzáadjuk a zöldborsót. Ennek elég egy 2 perc, mire felfor. És ugye elég gazdag levesről beszélünk, nagyon vékony tejfölös havarást fogok készíteni hozzá, amit egy haverő segítségével csomómentesre elkeverünk. Hozzáadjuk a forró levesünket a tejfölisz keverékéhez, rögtön el is keverjük, és utána fokozatosan adunk még hozzá, hiszen az a lényeg, miután visszaöntjük ezt a teljes levesbe, ne ugorjon össze nekünk a tejfölünk. Megvagyunk a hőkiegyenlítéssel, folyamatos keverés mellett vékony sugárban fogom hozzáönteni a habarásunkat, és utána nagyon fontos lesz, hogy kiforraljuk. Jó, folyamatos kavarás mellett, innentől kezdve már könnyen leég az ételünk. Rákóstolunk, nézzük, hogy érződik-e rajta ez a lisztes íz. Tökéletes. Igen, nagyon jó. A leves kész, a díszítés kész, nincs más hátra, mint tálalni az ételt. Tetszett a videó, lájkolj minket, iratkozz fel csatornánkra, és egy kattintás után szállítjuk is az alapanyagokat. Jó étvágyat kívánok! Nagyon jó.